Miből lesz meg a menő új kocsid? Számoljuk ki a pénzt. Amikor 2001-ben elkezdtem a Marketing Kommandót, egy használt Fiat Punton volt. Ügyfél megbeszélésen minimum egy sarokra parkoltam le, annyira ciki volt. Már akkor vágytam egy Lexusra, de nem csak álmodoztam róla, hanem volt egy konkrét kalkuláció. Egy 3 éves Lexus IS300 kb. 10 milla volt. Ha ez céges leasingeled, a havi részlet kb. 200 ezer. Tudtam, hogy ehhez be kell vállalnom és el kell adnom. A. Vagy havi plusz 2 extra konzultációt, B. Vagy havi plusz 20 darabot, az akkor 25 ezer forintos tananyagomból, C. Vagy plusz 45 jegyet eladni a negyedévente megrendezett tréningünkre. Mindez persze stabilan teljesítve. Akkor azt fogadtam meg, hogy ha sikerül feltornászni a forgalmat napi 100 ezer forintra, és ezt 3 hónapig fent tudjuk tartani, akkor abból már kijön ez a jutalom. Végül összejött, de ellenálltam, a plusz pénzt inkább visszaforgattam a cégbe, és a Lexus helyett vettem annak a harmadáért egy Nissant, legalább japán legyen. Először vettem egy 5 éveset, és aztán 2006-ban egy sikeres piaci bevezetés után besétáltam egy kereskedésbe, és KP-ban kicsengettem egy automata váltós Nissan Primérát, iszonyú királyérzés volt. Sajnos 2 évvel később egy buszt kiengedtem, és mögülem úgy belém jöttek, hogy a Nissan totál káros lett, viszont Krisztával kiszámoltuk, hogy most már hoz annyi plusz pénzt a cég, hogy végre teljesülhet az álmom, és összejött az első Lexus, egy gyönyörű RX 450H, ami nem csak egy fancy üzleti kocsi volt, de egy klassz családi járgány is. Imádtam, egyszerűen imádtam. Mindenhová első osztályon jártunk vele. Azóta, hogy a fiaink felnőttek, és általában vagy egyedül megyek a kocsival, vagy ketten, váltottam egy IS300H F-sportra. Figyeld ezt a hangot! A nagy álmom persze egy LC, de tudom, hogy ahhoz dolgom van. Jelenleg kb. Évi 50 céggel tudok dolgozni és segíteni felfuttatni, az LC-hez ezt 75-re legalább fel kellene emelni, és ez melós. B. Vagy kell egy vadi új bevételi forrás, amihez innoválni kell az üzleti modellem. C. Vagy kell egy új marketing csatorna, ami behoz évi legalább 1000 ügyfelet, akinek a kurzusaink segít felfuttatni a cégét. Neked mi az álomautód? Számoljunk. Mennyi annak a havi részlete? A céges kocsiként leasingeled, ugye adózás előtti bevételből. Szóval, ehhez mennyivel kell megemelned egy meglévő terméked eladásait? Vagy milyen új terméket vagy szolgáltatást kellene bevezetned, ami hozná a plusz pénzt? Vagy milyen új marketing csatorna beindítása hozna neked ennyi új vevőt? Mert az álmodozás az amatőröknek való, profit terveznek és számolnak.